Kedves bibliaolvasó barátaim, boldog új esztendőt kívánok mindenkinek. 2023. januárjában az előrelátás, előrenézés a vezérlő gondolatunk, majd Mózes első könyve 18. részének az első 14 versét olvassuk el, most azonban imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk, te mindent látsz előre, tudsz előre, és mégis a mi mozgásterünk olyan szabad. A legjobb elgondolásunk szerint illeszkedhetünk bele a te terveidbe, vagy indulhatunk el a magunk útján, a te kegyelmedből az is belefér, hogy kezdetben sokat tapogatózzunk, keressünk, és akár kudarcokat is éljünk át, de olyan jó, hogy mindig megtérhetünk hozzád, és segíts nekünk ne visszafele az elrontott útra tekinteni, hanem előre nézni, látni, hogy minden jó, amit te teszel, és amire elhívtál ebbe a világba, szeretnénk megérteni te elhívó akaratodat, és azt szerint cselekedni, élni. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az új fordítás szerint arról, hogy az Úr hogyan jelent meg Ábrahámnak Mamré tölgyesében. Azután megjelent neki az Úr Mamré tölgyesében, amikor a déli hőség idején a sátor bejáratában üldögélt. Felemelte tekintetét, és látta, hogy három férfi áll előtte. Amint meglátta őket, eléjük futott a sátor bejáratától. Földre borult, és így szólt: Uram, ha elnyertem jó indulatodat, kérlek, ne kerüld el szolgádat. Mindjárt hozok egy kis vizet, mosátok meg a lábatokat, és dőljetek le a fa alatt. Én meg hozok egy falat kenyeret, hogy felüdüljetek, és úgy menjetek tovább, ha szolgátok mellett mentek el. Ők azt felelték: tedd azt, amit mondtál. Ábrahám besietett Sárához a sátorba, és azt mondta: siess, dagasz meg három mérték finom lisztet és süss lángost. Majd kiszaladt Ábrahám a csordához, fogott egy szép és zsenge borjút, odaadta a legényének, az pedig gyorsan elkészítette. Azután vett vajat, tejet, meg vette a borjút, amelyet elkészítetett, és eléjük tette, ő maga pedig ott állt mellettük a fa alatt, amíg ettek. Aztán ezt kérdezték tőle: hol van Sára, a feleséged? Ő így felelt: itt a sátorban. Egyikük azt mondta: egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és feleségednek, Sárának akkor már fia lesz. Sára közben ott hallgatózott a háta mögött a sátor bejáratánál. Ábrahám és Sára élemedett korú öregek voltak, és Sáránál már megszűnt a női életfolyamat. Sára nevetett magában, és azt gondolta: miután megvénültem, lehet-e még gyönyörben részem, meg az Uram is öreg. De az Úr megkérdezte Ábrahámot: miért nevetett Sára, és miért mondta, ugyanhogy szülhetnék öreg létemre? Van-e valami lehetetlen az Úr számára? Egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának. Ebben a kis bibliai történetben kétféle előrelátásról, előrenézésről olvashatunk. Az egyik az, ami Ábrahám vendégfogadásáról szól, és mi az előrelátás ebben? Az, hogy ahogy ő cselekedett, amit ő tett ebben a helyzetben, amikor idegenek látogatták meg, szeretné, ha a fia is majd hasonlóképpen fogadná azokat az ismeretlen vándorokat, akik a sátor mellett elhaladnak.
Nagyon jó, ha az ember valamit úgy tesz, hogy azzal megtanít másokat arra, hogy hogyan kell Istent fogadnunk, amikor emberek kellemes vagy akár kellemetlen vendégek formájában, képében jelenik meg közöttünk, hiszen a Biblia erre tanít, hogyha egy minimális segítséget megadtunk embertársainknak a szükség idején, akkor magát az Urat láttuk vendégül. Ez a bizonyos legénye Ábrahámnak, ez nem egy pénzen vásárolt szolga, vagy egy itt felnevekedett fiatalember, aki ért mondjuk a borjú elkészítéséhez, hanem ez minden bizonnyal Izmael, Ábrahámnak a fia, aki mondjuk 14 éves lehetett, ekkor a kor megítélése szerint már fiatal felnőtt, és most tanulja meg azt, hogy hasonló helyzetben hogyan kell cselekedni. Ez a lábvíz, amit behoz Ábrahám egy olyan világban, ahol a víz nagy kincs, ahol hosszú hónapok telnek el, mire megásnak egy kutat, hiszen át kell törni az egész Izrael alatt lévő nagy szikla réteget, mire víz fakad valahol. De hát itt van a nyáj, amelyiknek inni kell, és bizony nagyon jelentős fizikai munka volt a víznek az előteremtése egy vízben szegény országban különösen, ahol hát mondjuk, hogy egy 8-10 liter víz legalább ennyi kellett ahhoz, hogy ez a három férfi lábat mosson, legalább szükségeltetett. Vajon gondolunk-e igen arra, amikor naponta többször kinyitjuk a csapot, vagy az illemhelyen lehúzzuk a vizet, hogy vízben szegény országokban micsoda kincs az éltető víz, és mit meg nem adnának azért, ha ilyen bőségben állna a rendelkezésükre, mint nálunk. De hát itt is jó lenne takarékoskodni vele. Tehát mindig valahányszor megnyitjuk a csapot, gondoljunk erre, hogy ezzel is példát adunk gyerekeinknek, mennyire takarékoskodunk a vízzel, mennyire adunk hálát Istennek ezért az éltető ajándékáért. De aztán tovább a mennyiség, amit Ábrahám sárhával elkészített kenyérlepény formájában, hát az nem egy 4-5 tagú asztaltársaságnak, de egy ennél jóval nagyobb közösségnek is bőségesen elegendő, sőt több a kelleténél. Azt akarja Ábrahám megtanítani Izmaellel, vagy annak, aki odafigyel arra, hogy hogyan cselekszik, hogy nem spórolunk a vendégeken, hogy bőségesen ellátjuk, hogy nyitott marokkal és teli marokkal fordulunk feléjük, és amikor megpróbálunk a tőlünk telhető legjobb mértékben gondoskodni vendégeinkről, akkor megint csak ebben az Úr iránti hála is megjelenik. Isten adta nekünk a kenyeret, a búzát, az ételt, és nem akarjuk kiszámítani a porciót, mert Istentől is azt tanuljuk, hogy ő olyan bőséggel vet, mint a magvető példázatában a földműves, aki úgy szórja a magot, hogy abból csak minden negyedik fog majd talajt, és lesz belőle éltető, gyümölcsadó növény, és a többit sem, amit a madarak csipegetnek fel, vagy ami a gyomnövények szorításába kerül, a vékony talaj rövid ideig tartó éltető közegébe, az sem fölösleges, és a mi Istenünk vendégszeretete az hadd tükröződjék abban, hogy mi milyen bőséggel adunk annak, akinek szüksége van erre. Aztán elfut egy gyenge kövér borjúért,
a nyájból behozni ezt az állatot. A csordából és elkészíteni, hát mire levágták, megnyúzták, feldarabolták, elkészítették, az legalább 4 óra. Van, aki ebből vezeti le azt, hogy nem szabad a teljes és a húsos ételek fogyasztását keverni, tehát hogy először volt a tej és a vaj, a kenyérrel azt elfogyasztották, és az alatt megfőtt a borjúhús, és azt is lehetett utána akkor a vendégeknek kínálni. Szóval egy jó nagyot pihenhettek ezek a vándorok ott a fa alatt, és semmit nem kapkodtak el, hova siettek volna. Megint csak egy előre mutató gesztus, amiben azt is megtanulja Ábrahám utódja, fia, hogy vendégekre szánunk időt. Nem egy futó kávé megívásnyi idő az, amit nekik ajándékozunk, hanem lehetőség szerint velük töltünk egy fél napot, akár egy napot is, és nem csupán azért, mert olyan eseménytelen itt ez a sivatagi élet, ez a nomád élet, hogy ha találunk valakit, aki betér hozzánk, az ezért jelent ünnepet, hiszen oly kevesen látogatnak el hozzánk. Szóval órákat szállna Ábrahám erre a vendégfogadásra, semmi kifogás vagy kritika nem érheti. A vendégek azt mondják, hogy tedd, amit mondtál, nem vegetáriánus vendégek, húsevő vendégek, akkor is, hogyha később kiderül, hogy angyalok voltak ők, tehát nincsen ilyenfajta problémájuk. Azt gondolom, hogy ha vegetáriánusok lennének, akkor arra is volna válasza Ábrahámnak, de azt adja, teszi, ami tőle telik, és azt a legteljesebb mértékben adja. A másik dolog, ami az előrelátásról szól, az kicsit ebben az igében foglalható össze, hogy vajon van-e valami lehetetlen az Úrnak. Ez pedig a család régi, nehéz és mára meghaladott gondja, története, hogy tudnélik, nincs Ábrahámnak fia, aki van, az Izmael, nem az ígéret gyermeke, hanem mondjuk így, hogy egy béranyaságból származó fiú, nem erre vártak, hanem Sárával ketten közösen terveztek utódot, és ő lett volna az ígéretnek a gyermeke. Van ugyan Istennek erre nézve üzenete, és ígérete, de ez nem akar megvalósulni, és lassan átalakul a dolog, sok mindent emberileg megpróbálnak, itt van a Hágár beiktatásával kapott gyerek Izmael, és Ábrahám gondolkodott talán egy időben Lót örökbefogadásán, a fivérének a gyermekét fogadta volna örökbe ezzel, vagy volt egy pénzenvet hűséges szolgája, Eliézer, és őt gondolta volna annak, aki tovább viszi majd az életét. De erről a tervről, hogy Isten neki kettejüknek gyermekük legyen,
Erről már régen letett. És most hallja időn túl, hogy még egy évet kell várni, és akkor beteljesül az, amiről álmodtak. Nem Ábrahám reakciójáról olvasunk, hanem Sárájéról, de mintha ő mindkettőjük gondolatát fejezné ki, amikor magában nevet, és azt mondja, hogy elmúlt az az idő, ugye akkor is tudták azt, hogy egy bizonyos idő elteltével a fogantatás képessége az megszűnik a nőknél, és a férfiak nemzőképessége is csökken, vagy megszűnik egy idő után. Mind a ketten ilyen időszakban voltak már életük vége felé. De Istennél semmi sem lehetetlen. Minden lehetséges annak, aki hisz, és ez természetesen adott személytől és alkalomtól és ügytől függ, hogy Isten hogyan lépi át az emberi természet által tapasztalt határokat. Nyilván nem idegen az ő teremtett világától, csak az általánostól tér el az ilyesmi, mert neki semmi sem lehetetlen. És nem lehetetlen, hogy azokat a célokat, amelyeket egy életen át dédelgettünk, és úgy éreztük, hogy Istentől kaptuk, egy olyan időszakban jeleníti meg kézzelfogható módon, amikor már az emberi feltételek nem látszanak adottnak lenni ebben. Ez az előrelátás, előrenézés ebben az esetben, két szó nem ugyanazt fejezi ki, az előrelátás az, hogy valami olyasmit teszünk, ami tekintettel van a jövőre, az előre nézés pedig, hogy nem visszafele tekintünk, hanem a múlt elrontott vagy elhalasztott eseményeire, hanem előre a még megtapasztalható jelenségek felé. Szóval, amikor életünket vizsgáljuk és helyünket keressük benne, akkor egyik vezérmondatunká kell, hogy legyen, vajon van-e valami lehetetlen az Úrnál. Uram, készen állok arra, hogy fogadjam a te áldásodat, emberileg időn túl is. Ábrahám életében nem ez az első ilyen döntés, hiszen amikor útnak indult, hogy szakítson az addigi családi hagyományokkal, és Háránból elinduljon az ismeretlen világába, már akkor is túl volt a kalandvágyás időszakán. Megállapodott idősödő ember volt, aki szívesen ül a sátra előtt, amikor körülmetélkedett, nagyon hasonlóan élete hanyatló időszakában járt, egy életen át fontolgatta talán ezt a gondolatot, hogy valahogy a benne lévő késztetésekre választ kell adni, és valamivel kifejezésre kell juttatni azt, hogy vérszövetséget köt az Úrral, és elkötelezi magát életre, halálra mellette, és itt most a sátra előtt üldögélve lábadozik, gyengélkedik, mert pláne az ő korában egy ilyen műtét, és pláne a kor egészségügyi körülményei között ez egy nagyon komoly vállalkozás volt. De meg kellett tennie, akkor is, hogyha ez egy időn túli eseménynek látszott, meg kellett tenni, mert nem volt a szívének békessége, amíg ebben a dologban nem lépett. Tehát, hogy előre nézett, és nem hátrafelé, és nem azt hangoztatta, hogy milyen kár, hogy nem tettem ideje korán, ezt ma már késő, hogy ezzel az általános emberi kísértéssel szakított, hogy a múltat elemezgetve adjak föl bizonyos álmokat,
ez az ő esetében másféleképpen alakult, és ebben a hívő Ábrahám valamennyiünknek példaképe és buzdító eszköze. Ne mondd nevetve azt, hogy miért fognék bele bármibe, hiszen az időm eltelt, és jöjjenek a fiatalok, ő rájuk tartozik, hanem itt vagyok, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? Amit te mondasz, arra nyitok, és amivel te megbízol, azt elvállalom, és ha most bízod rám azt, aki utódom lesz, és előttem van még az ő felnevelésének a gondja, akkor ezt is örömmel vállalom, Uram, mindent vállalok örömmel, az új projektet, az új elgondolást tőled nem teszem függővé az emberi életkor adottságaitól, fizikai erőmtől és egyebektől. Neked szentelem az életemet. Mondom mindezt azoknak a velünk gondolkodóknak, akik még előtte vannak annak a kérdésnek, hogy belefogjak-e, vállaljam-e a Jézus követésének az útját, vagy most már elégedjek meg azzal, hogy innen visszafelé tekintve nagyjából megőriztem minden értéket, és valahogy elaraszoltam eddig az életkoromig, aztán Isten legyen kegyelmes nekem, nem, hanem valami újat mutat, akkor itt vagyok öregen is, gyengén is, pislákoló gyertyamécsesként is, de ha velem akar az Úr világítani, vagy törött nátszálként, ha velem akar írni, vagy rám akar támaszkodni, én nem akarom magam leírni, és ha az Úrnak szüksége van rám, akkor itt vagyok, Uram, légy velem a te elgondolásod szerint. Isten áldjon meg bennünket, hogy tudjunk mindig előre nézni, mert az örökké valóság is előre felé van, és akkor is, hogyha ez az élet elmúlik itt a Földön, nem azt jelenti, hogy az élet múlik el, hanem annak földi változata, és Urunk, megváltunk, ígérete szerint örök életünk van Isten kegyelméből. Előre nézünk arra felé is, és akik utánunk jönnek, ők is előre néznek, talán miránk, hadd legyen példa számukra a mi életünk, imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy te mindig előre fordítod az arcunkat, és nem akarod, hogy a megváltoztathatatlan múltbeli események fölött busonkjunk, és annak adjuk át magunkat, hogy mi miért nem sikerült, hanem ott legyünk nyitottak arra, hogy te még új dolgokat vigyél véghez. Teheted ezt egy nappal a földről való távozásunk előtt is. Itt meg akarunk becsülni minden pillanatot, minden új reggelt, minden nyitást, minden jó kezdetet. És a te békességed, mely minden értelmet felülhalad, őrize meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!